Az idősügyi tanács tavalyi utolsó ülésén az önkormányzat képviselői megkapták azt a listát, amely egész évben gyarapodott a tanács fogadóóráin rendezvényein. A szépkorúak javaslatait, kezdeményezéseit is tartalmazta a lista. Az önkormányzat vezetése komolyan veszi azokat a problémákat, amelyek, amelyek akár egyéniek, akár közösségiek ide bekerülnek és megpróbál ezen segíteni. Nyilván nem lehet mindenen, mindenkin és mindenben, de a szándék az vezérel bennünket, és ezért próbálunk több olyan utat is nyitni, például mint ezek a, ez a kötet sorozat, ami nincsen más városban, vagy ezek a tájékoztatók, hogy, hogy az idős emberek aktuálisan és autentikusan is képek kapcsolnak a, a változásokról. Az idősügyi tanács fogadó problémákkal, ötletekkel is érkezhetnek a szépkorúak. Minden hétfőn fogadóórát tartunk, a Múri Zsigmond könyvtár fölszinti, van egy, egy kis helyiség nekünk kialakítva, és 14 és 16 óra között vagyunk elérhetőek, ott, ott fogadjuk az idős embereket minden tévába. Az ülésen elhangzott március 1-től több változás is érinti a szépkorúakat, hiszen a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet módosították. Többek között emeltek a jövedelem határokon, hiszen figyelemmel kísérik azt is, hogyan változik a nyugdíjminimum vagy éppen a garantált bérminimum, de az elsődleges cél továbbra is az, hogy az érintetteket tovább segítsék nyiregyházán, ha valakinek például emelkedik a jövedelme vagy a nyugdíja, amiatt a helyi támogatásoktól ne essen el. Így például emeltünk a lakásventartási támogatásnál, a méltányossági ápolási díjnál, a rendkívüli települési támogatásoknál emeltük az egyfőre első jövedelmeket. Így például van olyan ellátási típus, ahol egy egyedül élőnek 85.500 forintos jövedelemhatárt határoztunk meg, tehát azt lehet mondani, hogy viszonylag magas, tehát több ember is igénybe fogja tudni venni. Illetőleg továbbra is látjuk, hogy azért a lakásventartás költségei, a gyógyszertámogatás költségei azért igen és a háztartások a jövedelmük egy részét vagy jelentős részét fordítják erre, ezért a lakásfenntartási támogatásnál például az adható összeget is emeltük. Ezek mellett többek között a Szépkorúak Akadémiájáról, a Senior Örömtáncról és az Alkotó Idősek kiállításáról is szóltak az Idősügyi Tanácsülésén.